Köszöntelek titeket, drága nézőim! Eljött egy újabb adás és egy újabb játék ideje, hisz elérhetővé vált, hogy Loadout, ami egy free-to-play játék, egy ilyen mókás kis lövölde, ami az Edge of Reality-nek a kreálmánya, és a most látható Game Order nem más, mint a Deep Snatch. Azt hiszem, jól ejtem ki, de sose ejtem ki, jól? Nos, hát egy nagyon egyszerű lesz a feladatunk, ki kell nyírnunk minden megtalálható elemit a pályán, és a belőlük kipotyogó ilyen tartályszerű valamit fel kell venni, és hogyha esetleg mellettünk elhullanak a drága jó fajtásaink, az ő tartályukat is fel kell venni, mivel ez volt az első tartály. És az nyer, aki a legtöbb emberrel végez, és a legtöbb tartályt bezsákolja, és hát az a csapat győz, aki ezt a hamarabb beléri. Hát 3500 korszig megyünk, azt hiszem egy tartály megszerzése 100 korsz, tehát 35 ilyet kell megszereznünk. És mint látható, egyelőre a mi csapatunk vezet. Elég mókás kis játékra sikerült, és hogyha minden igaz, már kicsit kételkedem, de biztos így van, 44 milliárd féle fegyver kombinációt lehet kipróbálni a játékba, amit azért egy kicsit úgy, hogy is mondja, hogy kételkedve fogadtam. Gyanítom, azért a bizonyos kombinációk javarésze inkább a fegyver kinézetre irányul, mint hogyha a fegyver tulajdonságait, tűzerejét, stb. Lehetne módosítani. Jó, mondjuk biztos lehet szép számmal a fegyver egyéb jellemzőit is módosítani, de ezért ez a 44 milliárd, kicsit úgy nehezen hiszem el. Na mindegy. Mindenesetre én kipróbáltam most itt egy kis játékot, és mit mondjak, kellemesen csalódtam. Én már próbáltam pár ilyen a Team Fortress 2, mit tudom én, Battlefield Heroes, ezeket a játékokat tudnám még nagyjából a Loadout-tal egy kaptafa alá venni. Kivétel, hogy a Team Fortress 2 azt hiszem régebben még nem volt ingyenes, azt hiszem már lehet már ingyenes, nem tudom. Rég volt, mikor játszottam vele. Minden esetre nagyon kellemesen csalódtam bizonyos értelemben, hisz ingyenes a játék, tök jó vele játszani. Az egy már másik kérdés, hogy itt is azért fejlődéshez van kötve egy csomó minden, és az elején gyakorlatilag alig van nálunk valami. És hát az ilyen brutális fegyverekkel szemben, amik már nagyon vannak fejlesztve, tuningolva, nem mindig olyan egyszerű felvenni a harcot. Nagyon számít ebbe a játékba a csapatmunka, nem hittétek volna, de tényleg. Annak ellenére, hogy az látszik rajta, hogy ez egy agyatlan lövöld, de sokkal kiéletettebb csapatmunkára van szükség bizonyos esetekben, mint akármelyik más játékban, mert itt bizony a fegyverekkel gyógyítani is lehet, és egyéb trükköket bevetni, van benne gránát, ilyen irányíthatós rakéta, ilyen, nem is tudom, buzogányvető gépágyú, vagy valami ilyesmi. Külön a fegyverekkel is tudunk, mármint a fegyverek lövedékeivel is tudunk mahinálni, hisz hogyha mondjuk a én fegyverembe Tesla lövedéket teszünk egy sima slugamó helyett, akkor bizony, ha lövünk valakit és mellette található elemi társa is ott van, akkor bizony két ember tudunk egyszerre sebezni, és hasonló ilyen egyéb dolgok is vannak. De hát ezt mind-mind meg kell szerezni, fel kell odáig fejlődni, ki kell tapasztalni, stb. Amire gyönyörű lehetőség nyílik, hisz a fegyverkészítő műhelyünkben bizony a fegyverekre ráolgatott cuccokat tesztelni is tudjuk azelőtt, hogy megvásároltuk volna, úgyhogy ezt egy nagy pozitívumnak ítéltem meg a játéknál. És rendkívül gyorsan tudjuk ezt a tesztet és egyéb ilyen pakolációkat végrehajtani, úgyhogy én azt mondom, összességében ez egy rendkívül jó játék, mivel ingyen van, így mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy próbálja ki. Megéri, elég jól lehet rajta szórakozni. Azért lesz neki elég kiélezett mérkőzések is, mert hát azért nagyon hype-olt fegyverek esetén van olyan, hogy gyakorlatilag nem tudom, mit csinál az illető úriember, de elég érinthetetlen fickók is léteznek már ebbe a játékvilágba. Olyan fegyverrel és játékképességekkel, amit én nehezen bírok kis agyammal felfogni. De vannak ilyenek is, hogy másodpercek alatt ledarálnak egy komplett tímet. Ah, és kicsit kezdek elfáradni. Én esetre már tetemes előre tettünk, tehát hála a jó Istennek. És még azt hiszem, ha jól látom, kb. 15 kilokra vagyunk attól, hogy megnyerjük a küzdelmet. Hát most kettővel kibővítették a társaim a mérkőzés jelenlegi állását, úgyhogy úgy néz ki, hogy jól áll a szénánk, mondjuk, mert most nem tudom, hanyadik vagyok, mert mindig próbáljunk meg egy kicsit távolságtartóak lenni, mert hogyha belemegyünk a sűrűjébe, bizony hamar voltam végezzük,
Nagyon pörgős a játék, állandóan ott van mindenki a valakunkban, hiszen nem nagyok a pályák, kicsiket pont arra lehet kitalálni, hogy itt szét lehet darálni mindenkivel, mindenféle módon. Úgyhogy ne lepődjetek majd meg, tényleg azért itt nem lehet olyan hű, de brutális nagy stratégiákat végrehajtani. Mondjuk most sem mondtam teljesen igazat, ebben a játékmódban mondjuk úgy, hogy annyira nagyon brutális játékmódot vagy stratégiát nem tudunk kidolgozni. A lényeg az, hogy próbáljunk mindig a társaink közelében maradni, így könnyebben tudjuk felvenni a harcot az enemivel szembe. Viszont lesznek olyan játékmódok, mit tudom én, Conquest, csak itt ebben más neve van, Capture the Flag, csak itt ilyen hoz vissza a kalapácsot, vagy nagyjából azt hiszem valami ilyesmi van, Capture the Hammer, foglald el a kalapácsot, és abban van egy baró nagy kalapács, amit ha megszereztünk, ilyen nagy csapás, azt szét lehet trancsírolni a drága jó ellenséget. Hát most sikerült megint kicsit beadnom a kulcsot. Na nézzük, hogy is állunk, mert kicsit úgy elkalandoztam a nagy beszéd közben. Azt hiszem még 7 emberrel kell végeznünk, úgyhogy jó, még van egy kis időm. Hát a pályák is elég változatosak, nem egy olyan pálya volt, ahol tényleg ugráltam, mert azt hittem talaj lesz a lábam alatt, hogy szépen beleszaltóztam egy szakadékba, és ilyen Tom & Jerry-szerűen ilyen hangot engedett ki az emberké. Úgyhogy eléggé, tényleg, én azt mondom, hogy le a kalappal, így a humor terén. És vannak bizonyos mozgáskultúrák is, amit még egyelőre nem jöttem rá, hogyan lehet aktiválni, meg különböző mozgásfajták is vannak, de gyanítom, hogy egy bizonyos része csak pénzért lesz elérhető. De egész ilyen érdekes táncokat is tudnak lejteni a fiúk, hogyha nagyon akarnak, meg hát egyéb ilyen apróságok, beszólások, újabb mutogatás, ezt most nem tudom imitálni, hiszen mikrofon előtt azért mutogathatok, de hát na. És még 5 kilokra vagyunk a győzelemtől. Most meg kéne kerülni az illető úriembereket, a pályákat is lehet rajtuk trükközni, én vagyok még béna, mert láttam olyanokat, akik olyan helyeken képesek voltak átszökelni, hogy csak pislogtam, hogy ott hogy ment át az illető úriember. De nem kell megrémülni, idővel mindent ki lehet majd tapasztalni, és komolyan mondom, kevés játék volt az, ami a utóbbi időben ennyi órát beleöltem, mint ebbe. Legalábbis az utóbbi egy hétben, mert hát olyan sok időm sajnos családapaként nincs, de ezt mindenképpen megérte a fáradtságot. Azt mondja, már csak 2 úriember, úgyhogy hamar végeznünk kéne valakivel. Ó, és ott van az egyik. Na, pusztulj meg, pusztulj meg. Ja, és igen, vannak olyan különböző tulajdonságú lövedékek is, hogy begyújtanak minket, és akkor bizony hiába öltük meg a drága jó enemit. Mi is porrá égünk, hisz hát az enemi felgyújtott minket, és nem tudtuk magunkat eloltani. Ilyenkor annyit tehetünk, hogy pálya bizonyos részein vannak ilyen zöld, ilyen medic pakkok ledobva, hogyha belerohanunk az egyikbe, és az visszatápol minket, akkor még esetleg megúszhatjuk élve, és nem gyulladunk ki, meg hogyha nagyon sok HP-nk van, és akkor gyulladunk ki, akkor talán nem égünk el. Na, és azt hiszem, hölgyeim és uraim, sikerült megnyerni ezt a játékot. Új, micsoda küzdelem volt, kérem szépen. Remélem tetszett mindaz a kis információ, halmaz és játék, amit bemutattam most nektek. Hát igen, sikerült győzni, bár nem nagy előnnyel, de sikerült. Köszönöm a megtekintéseket, a viszontlátásra, sziasztok!